Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Hát most egy kicsit szokatlan helyről, ismételten itthonról, ugye az ilyen normál vlog videók nem itthon szoktak készülni, de kb. Egy negyed órája történt egy olyan eset, amit úgy gondoltam, hogy megosztok veletek. Leparkoltam itt a kocsimat, itt a mellettem, a lakás mellett lévő utcában ott szoktam állni, és hát már sétálok felfele, igazából rengeteg üres hely volt, az tény, de már sétáltam felfele, amikor is szembe jön velem egy szerintem nálam pár évvel fiatalabb, 2-3 évvel fiatalabb talán egy hölgy, egy kutyával, és mondja, hogy hát bocsi, meg lehetne azt csinálni, hogy legközelebb nem állsz rá az autómra. Én meg, már hát ugye, és mutatott egy mercire, amire éppen akkor, tehát előtte parkoltam, és hát nem mondtam neki semmit, mert igazából nem álltam rá. Tehát előtte álltam, de a ráállás és az, hogy valaki előtt leparkolok, az teljesen különböző dolog, ugye? És mondom, gyere, nézzünk, menjünk oda együtt, és nézzük meg, hogy mennyire álltam rá. De tök normálisan, tehát nem agresszióan vagy valami, mondom, menjünk oda, nézzük meg. És hát már akkor láttam úgy az arcán, hogy kicsit, nem tudom, mint hogyha félne, de nem kell félni semmitől, menjünk oda, és nézzük meg. És hát akkor megkérdeztem tőle, hogy innen nem tudsz kiállni, és mutatok nektek most egy képet. Ez már az utána folyamat, tehát én utána, az hozzátartozik a sztori, hogy én átálltam utána a másik oldalra. Na most itt van a hölgynek a Mercedes-e, és én itt előtte álltam meg. Nem álltam rá, de mikor rá is álltam volna, és akkor itt álltunk a Merci mellett, és megkérdeztem tőle, hogy innen nem tudsz kiállni. És nézzétek meg, hogy itt mi van. Mennyi hely van? Ez még egy olyan fél autónyi hely egyébként, csak nyilván oda már nem fog beférni senki. De még ugye nyilván állhatott volna hátrébb, és akkor most itt lehet jönni az, hogy ott izé van fekvőrendőr, de hát könyörgöm, egy lakótelepen, meg ráadásul nem, tehát még mehetett volna attól függetlenül hátrébb, tehát kiállásnál, tehát nem azt mondom, hogy ne parkoljon ott, de ha ki akar onnan parkolni, az én autóm itt állt elő, csak ezt már innen az erkéről lőttem egyébként, csak hogy lefotózzam nektek, hogy mi a helyzet. Meg hát úgy az én magamnak is, hogy ő az, aki innen nem tudott kiállni. És itt mögötte látható, hogy mennyi hely van. És akkor kérdeztem, hogy innen nem tudsz kiállni, azt mondta, hogy hát ő... És akkor látszott az arcán, hogy hoppá. És akkor mondta, hogy hát ő nem. Mondom, jó, csak mondom, azért azzal tisztában vagy, remélem, hogy nagyon sokan laknak itt a környéken, ezekben a házakban, lakóházakban. És azzal, hogyha mindenki ilyen félautónyi helyeket hagy, akkor nem fogunk elférni. Mondom, ezért van, mondtam, hogy egy kicsit egymáshozra jobban ráállunk, ugyan, persze, de ki lehet állni, tehát nem az, hogy úgy ráállok valaki, hogy ne tudjon kiállni, de hogyha egymás egy kicsit úgy jobban úgy összehúzzuk magunkat, akkor jobban elférünk. És arra azt mondja nekem a csaj, hogy de hát te vagy teherautóval. Nem, teherautó, kisbusz, de mindegy. Mondom, jó, akkor nem fogok veled vitatkozni, mondom, megkérdeztem tőle, hogy most átálljak? Azt mondja, hogy hát lehet, hogy az lenne a legjobb. Mondom, jó, rendben, és akkor volt az, hogy innen elparkoltam elől, és átálltam ide a másik oldalra. Rendben van, hogy sok szabad hely volt még, de éppen ezért ne álljunk már úgy, hogy össze-vissza, hanem már most ilyenkor rá kell állni egy kicsit a másikra, vagy közelebb kell állni, össze kell húzódniuk az autóknak, hogy utána ebből, vagy hogy utána később legyen még parkolóhely. És utána történt egy érdekes dolog, amit mindjárt megmutatok még nektek. Ez már a következő kép, ez gyakorlatilag akkor készült, amikor az előző képet csináltam. Itt azt látszik, hogy megállt egy Suzuki, a Merci előtt, én kb. Ennyire álltam meg. Tehát kb. Ugyanígy álltam én is, csak ugye ezzel az autóval, ugyanígy álltam én is, és arra lennék kíváncsi, hogy neki mit mond. Tehát ugyanígy nem fog tudni így kiállni, ha azt nézzük. Tehát, hogy akkor nem értem, hogyha valaki nem tud parkolni, nem tudja használni a kormányt, a tükröket, a irányjelzőt, ilyesmit, akkor egyáltalán minek van jogosítványa? Persze, ez most nem nagyképűen hangzik, vagy ilyesmi. Én eddig mindig megoldottam, amikor mondjuk volt, hogy én sokkal durvábban rámáltak. Egyébként pont egyszer ez a Suzuki is volt az, aki elég csúnyán rámált, de megoldottam. Mert meg tudom oldani, mert nem vagyok gyökér. Tehát van jogosítványom több mint 10 éve, és azt azért kaptam, mert ilyeneket is meg tudok esetlegesen oldani. Tehát ráadásul ott van mögötte hely, tehát most beteszi rükvercbe, hátratolat, mennyit, fél métert, picivel talán többet, és ki tud állni.
És van még ott neki hely. Van még ott neki hely bőven. De nem tudom, nagyon felidegesített egyébként ez a dolog, és az a helyzet, hogy, ugyanúgy rá fogok, ugyanúgy be fogok parkolni, szerintem ráálltam, akkor azért fogalmazok így, tehát ugyanúgy rá fogok állni legközelebb is, mert kell a hely másoknak is, és egyszerűen ez ilyen. Tehát egy lakótelepen, ha úgy van, azért egymásra jobban rá kéne, hogy álljunk, mert egyrészt meg tudjuk oldani, hogy ki tudjunk állni, a másik az, hogy mások is itt laknak, és ugyanúgy szeretnék leparkolni a verdáikat. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a rövidke videóban, ez engem nagyon felcseszett. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!